A Jövő Energiájáért Közalapítvány évek óta nyújt fejlesztési támogatásokat a vele kapcsolatban álló önkormányzatok számára. Számos beruházás, játszóterek, utcák korszerűsítése történhetett meg a biztosított forrásokból. Tolnán úgy döntöttek, a rendelkezésre álló pénzösszegből kettős célú beruházást valósítanak meg. Volt, hogy pályázati önerőt biztosítottunk, vagy a játszóházhoz eszközöket vásároltunk, járdát építettünk ebből a keretösszegből. Most utoljára úgy döntöttünk, hogy eszközt szerzünk be, illetve a temetőt próbáljuk egy kicsit komfortosabbá tenni, illetve a temető kravatalozóját. Ez történetesen azt jelenti, hogy eszközként vásároltunk egy ilyen professzionális ágaprítógépet, amit a Telen a Kft. Használ, és a közterületeken keletkező zöld hulladék kezelését készíti elő gyakorlatilag, tehát nagyon sokat komposztálnak ebből, de nyilván azt nem lehet csak úgy odahordani, és majd csak komposztálódik, hanem azt megfelelő méretűre össze kell aprítani. Ez egy reményeink szerint egy nagyon komoly berendezés. Az eszköz értéke meghaladja a 8 millió forintot, melyhez a város 10%-os önerővel járult hozzá. Emellett a pénzügyi keret lehetőséget biztosított a város két temetőjének korszerűbbé tételére is. Két ravatalozó elé egy előtetőt készítettünk, ezt is zömmel az alapítvány támogatásából. Ehhez már egy nagyobb összeget kellett az önkormányzatnak biztosítania. Több mint 8 millió forint volt a beruházás összege, és olyan 2,5 millió forint volt az, amit a város önerőként biztosított. Elkészültek ezek a létesítmények már, és a plébános atyával éppen az elmúlt időszakban találkoztam, és azt mondta, hogy mindenképpen hasznos lesz. Nyilván ő az, aki ezeket, hát csúnya szóval mondva, a legtöbbet használja. Úgyhogy én remélem, hogy ezek ugyan kis dolgok, de fontos dolgok, és remélem, hogy a jövőben is lesz mindig lehetőségünk arra, hogy ne csak milliárdos, százmilliárdos pályázatokon és beruházásokat tudjunk megvalósítani, hanem oda tudjunk figyelni azokra a dolgokra, amik fontosak az itt élők számára, és remélem, hogy lesz akár önerőből, akár ilyen kisebb pályázati forrásból lehetőségünk arra, hogy ezeket meg is tudjuk valósítani.